Ahhoz, hogy a szivárványgyár alkalmazottja lehess, fel kell áldoznod minden külső kapcsolatot. A munkásokat titoktartásra eskették, nem hagyhatják el a felső részt, és benn kell élniük az épületben. Azon kevesek, akik nem hullazsákban kerültek ki, megőrültek, megzavarodtak, és túl nagy sebeik voltak ahhoz, hogy beszélni tudjanak arról, mi folyik odafent. Sok elmélet létezik. Fekete mágia elfogott unikornisokról, vegyszerek és mérgek, melyet egy épeszű póni sem viselne el. De még Celestia hercegnő egy másik, ismeretlen testvéréről is keringenek pletykák, akinek a feladata a nap és hold mozgatása helyett a spektra színeinek előállítása volt. Egyik sem állhat távol az igazságtól.